Szabad Keresztény Egyház és a te főszervezéseddel a mai estén megvalósult itt Balmazújvároson egy evangelizációs jótékonysági est. Mit tudhatunk erről? Hát így gyorsan visszamenőleg, szóval az én és a családom a Szabad Keresztény Egyház gyülekezethez tartozunk, és a másik oldalról ugye évek óta segítjük az itteni rászoruló embertársainkat élelmiszerrel és főtétellel. Tehát ezt az enniadok szolgálatot is az Úr helyezte a szívemre, és mostanában a barátaim szívében is, és nekem is szólt az Úr, hogy már nem elég fizikálisan segíteni, jól lakni az embereknek, hanem szellemileg is szükséges, főleg ebben a csúnya világban, ami most megy, úgyhogy mi nagyon hisszük, és bízunk benne, hogy ebbe a városban is a gyülekezet, ami már alakulóban, tehát ilyen tizenpár tagból állunk, jelenleg házi csoportos alkalmak vannak nálunk, és hogy ezt ki fogjuk nőni. És azok az emberek, akik most este eljöttek, nyitottak lesznek az Úr dolgaira, úgyhogy ez a cél, hogy nem csak, tehát hogy az ételt is, és a hitet egybe kapcsolva hirdessük, és adakozzunk így együtt. Közel esik ez a rendezvény az adventi időszak végéhez és Szentestéhez. Ehhez köthető? Emiatt van ekkor ez a rendezvény? Természetesen, hiszen Jézus születését ünnepeljük. Tehát Isten eljött emberként, képes volt értünk mindannyiunkért meghalni és vállalni mindent. És hát mivel őt ünnepeljük, ez egy tökéletes időzítés volt arra, hogy egy ilyen alkalmat össze tudjunk hozni. Említetted ugye, hogy más módon is támogatjátok a helyi rászorulókat, a Reformáló Egyesület által, ugye az enniadok szekrény, ami még mindig nagy sikerrel működik. Mit lehet most erről tudni, milyen aktivitása van a szekrénynek? Van aktivitása, folyamatosan segítjük a rászorult embertársainkat, viszont önmagában a szekrényben nem nagyon töltünk mostanában. Már kicsit kinőttük ezt a dolgot, és hála az Úrnak, házhoz is tudunk szállítani ételt, illetve ismerik az emberek a helyet, ahova tudnak jönni hozzánk, hogyha segítségre van szükségük, úgyhogy, de azt szeretném, hogyha tudná mindenki, hogy ez az egész, ez csak az Úrnak köszönhető. Tehát ez egy csoda, hiszen nincs állandó támogatónk. Van időszakos állandó támogatónk, de folyamatos nincs, és ez egy csoda. Tehát, hogy nagyon sokszor volt olyan, hogy jöttek hozzánk családos édesanyák, vagy fiatal emberek, hogy bajban vannak, nem kellett soha nemet mondanunk, dicsőség az Úrnak, hanem mindig kirendelte a szükséges adományt, hogy tudjunk segíteni nekik. És hisszük, hogy az Úr megszaporítja folyamatosan az adományokat is. Igen. Ha ide magunk mellé nézünk, rengeteg ételhordó doboz sorakozik, arra várva, hogy kiosztásra kerüljenek. Kiknek a közreműködésének köszönhető, hogy ez most itt megvalósulhat? A főszervező, az Úr, én és a barátaim és a családtagjaim összefogva, és a gyülekezetünk csodálatos tagjai is, mindnyájan csodálatosak, és nagyon hálás vagyok értük, mert nélkülük, és az Úr nélkül ezt nem lehetne. Az, hogy úgymond az én nevem alatt, vagy képviselem ezt, ez csak egy dolog. Az Úr használ minket, és azt mondja az igében, hogy én indítom bennetek az akarást és a cselekvést jó kedvemből, és ez tényleg így van, mint minden szava a Bibliában, úgyhogy mindenkor övé a dicsőség mindenért. Ez most egy első ilyen alkalom, amikor ez így megvalósul, ahogy említetted, a fizikai és a lelki jól lakás feltöltődés. Várható-e, hogy lesz ennek folytatása ugyanilyen vagy hasonló formában? Természetesen. A következő alkalmunk, ezt még nem pontos, de február körül szeretnénk egy szintén dicsőítő evangelizációs alkalmat.
bemerítéssel egybekötve, mert hisszük, hogy most nagyon sok pocak jól fog lakni, de ezután éhesek lesznek az ura, és sokan átadják majd az úrnak az életét, és ugye nyilván tudjuk, hogy a vízkeresztség az egy fontos dolog a kereszténységben, úgyhogy mi hisszük, hogy ez meg fog valósulni. Ez egy nagy álom is, látás is az úrtól, úgyhogy ez lesz a következő alkalom, és reméljük, hogy egyre több és többet fogunk tudni ilyet csinálni.